Minden jel arra mutat, hogy új Dark Souls formálódik a Sony 5. generációs konzoljára. A játékot a szinte ismeretlen Counterplay Games árcsolja a Gearbox Publishing felügyelete mellett, ennek ellenére az eddig napvilágot látott információk szerint egy kifejezetten ígéretes looter slasher van kibontakozóban. A Godfall egy fantasy világban játszódó valós idejű, külső nézetet használó akciószerepjáték, elsősorban kézitusákra építkező harcrendszerrel. A kaland egyedül és három főt mozgató kooperatív módban is játszható lesz, a sztori még ugyan elég hézagos, egyelőre azonban annyi már biztos, hogy a Knights Order nevű társaság egyik utolsó Velorian lovagját alakítjuk majd, akinek egy közelebbről nem ismert apokaliptikus eseményt kell megakadályoznia Epirion világában. Összesen három karakterosztályból lehet majd mazsolázni, természetesen minden karakter részletesen alakítható lesz. A játékmenet szerves részét képezi a zsákmányszerzés, ugyanis minél rizikósabb helyzetben diadalmoskodunk, annál nagyobb lesz a begyűjthető szajré. A játék az alkotók szerint a Dark Souls sorozat és a Monster Hunter World jellemzőit egyesíti, a harcrendszer főként a Souls-like műfaj jellegzetességeire építkezik, azaz sok minden múlik majd a megfelelő időzítésen. Természetesen a begyűjthető javak kiemelt szerephez jutnak, ugyanis egy táposabb fegyver vagy ellenálló páncélzat jelentősen javítja a túlélési esélyünket. Társaink az ígéretek szerint bármikor kibecsatlakozhatnak, tehát lehet, hogy egyedül vágunk bele egy küldetésbe, de többet magunkkal teljesítjük azt. A játékban 5 különböző fegyvertípus használatát kell mesteri szinten elsajátítani, ugyanis a készítők a Macron nevű őrült góré mellé kőkemény bosszokat is ígérnek. A műfaj sajátosságainak megfelelően a karakterek és fegyverek fejlesztése kiemelt fontosságú, és persze a harcrendszer sem random csapások osztogatásából áll. Az isteni erővel felruházott szúró és vágó szerszámok eltérő jellemzőkkel bírnak, ezért eltérő harci stílust is követelnek meg, azon túl, hogy remekül lehet velük trancsírozni a különböző kreatúrákat. Minden szerszámhoz egyedi képességek tartoznak, ezen felül pedig még egy pajzsot is kapunk, amely a védekezés mellett a támadások során is jól használható. A játékot a 4. Unreal motor mozgatja meg, a grafika inkább hangulatos, mint szép, de a folyamatos hentelés közben elég valószínűtlen, hogy a helyszínek bámulása fogja lekötni az időnket. A Godfall megjelenése november 19-én várható PC és PlayStation 5 platformokra.